Bár az első percek még szoros küzdelmet hoztak, de hamar kiderült az osztálybeli különbség a két csapat között. A folytatásban nem túl nagy ellenállást tanúsított az atomerőmű ESE másodosztályban szereplő gárdája, az élvonalban is érmes babérokra törekvő Tolna Mözs ellen. A Magyar Kupa legjobb 16 csapata közé kerülés volt a tét a Pakson az ASE sportcsarnokban megrendezett találkozón, melyen 10-3-ra iskolázták le a hazaiakat a vendégek. MB2-ben szereplünk, a harmadik szezont kezdtük most meg, jelenleg a bajnokságban még veretlenek vagyunk, két győzelemmel egy döntetlenünk van, tehát jól kezdtünk, tehát ennyi az előzménye. Hát az esélyes egyértelműen tolnai csapat volt, hiszen két éve ők nyerték ezt a kupát, illetve tavaly is döntősök voltak. Az előző fordulóban mutatták, hogy jó formában vannak, mert megverték a listavezetőt az NB1-be. Egy nagyon egységes, nagyon jó kis fiatal csapat. Tehát mindenképp ők voltak az esélyesek, ez látszott a mérkőzés képén is. Sokkal gyorsabban játszottak, pontosabban a hibáinkat sorba kihasználták, úgyhogy megérdemelten nyertek ilyen különbséggel is, és rögtön sok sikert is kívánnék nekik a továbbiakban, hogy jussanak el a végjátékig. Hát ez egy jó felmérés volt, hogy hol tartunk. Egy sokkal előrébb tartó csapat ellen mindig jobb játszani, mert kiadja a hibákat. Tehát sokkal jobban meg lehet látni, hogy mibe kell még fejlődjünk. Hozzá ennyibe segítette a játékunkat, illetve mindig egy megtiszteltetés, hogy egy jobb csapattal, egy magasabb osztályba szerelő csapattal játszhatunk. Úgyhogy, tehát mindenképp előre visz ez a mérkőzés az eredménytől függetlenül. Vannak régi játékosok, új játékosok, rutinosabbak, kevésbé rutinosak. Valaki csak két éve találkozott először ezzel a játékkal, ugye Nagypályán játszott. Ebből próbálunk egy csapatot kovácsolni. Most úgy néz ki, hogy ez az év ez jobban indult, vagy elég jól indult, tehát valami megindult. A korábbi szezonok azok egyértelműen csak a tanulásról szóltak. Ez az év is erről fog szólni, de most már bízom benne, hogy az eredmények azért az önbizalmat is meghozzák a lányoknak. A vendégek edzője a győzelem ellenére nemigen volt elégedett, a mutatott játékkal akadtak gondjai. A Tolna papírforma eredményt produkált, és magabiztosan jutott tovább. Ez volt az első fordulónk, hiszen tavaly bejutottunk a Final Four-ba, és döntőt játszottunk, ahol alulmaradtunk az Astra ellen, és ezáltal kiemelést kaptunk a Magyar Kupába, így az első fordulóban nem kellett játszanunk, és ez volt az első fordulónk. A mai mérkőzésen szerintem nem játszottunk teljesen úgy, ahogy én elképzeltem, meg ahogy szerettem volna, de a kötelező győzelmet szerencsére tudtuk hozni, és a mai napon ezt tudnám főleg kiemelni. A keretünkből hiányzott a Szalkai Kitti, aki a tavalyi döntőben kiállították, és ő nem tudott részt venni, és még mellette volt két sérült játékos, aki nem tudott lenni, de a keret az teljes, vagy ez a kerettel szoktunk minden bajnoki mérkőzésen pályára lépni. Persze hátráltatók mindig vannak, sérülések, vagy hiányzók, vagy munkahelyi elfoglaltság, de nagyjából azért így szokott kinézni a keretünk. Sikerült hamar megszereznünk a vezetést, de utána közvetlen a középkezdés után már gólt is kaptunk és kiegyenlítettek. Utána viszont végig tudtuk uralni a játékot, úgy érzem, meg úgy gondolom, és el is tudtunk lépni tőlük, ezáltal már higgadtabban tudtunk játszani, bár sok hibával játszottunk, ezt hozzátenném, és lehetett volna sokkal nagyobb arányú győzelmünk, ha helyzeteinket ki tudjuk használni és jó döntéseket hozni. Idén is szeretnénk mindenféleképpen bejutni a Final Four-ba, az a célunk, mert az azért minden játékosnak egy olyan élményt nyújt, ami azért Magyarországon szerintem mindenkinek jó, hogyha megadatik. Ott egy négyes döntőbe játszani, ahol tényleg olyan körülmények vannak meg körítés, ami szerintem Magyarországon azért elég jó és fontos. Folytatás, várjuk majd, hogy ki lesz a kupa ellenfelünk, a bajnokságon pedig próbálunk minél jobban teljesíteni, és a felsőházat megcéloztuk, hogy a rájátszásban megpróbáljunk valami szép eredményt és egy dobogós helyezést elérni. Decki Vanda kapusként próbálta segíteni a csapatát, de kritikus volt önmagával szemben, saját teljesítményével nem volt túl elégedett. Bár a győzelemhez az is kellett, hogy csak mindössze 3 gólt engedélyezett az ellenfélnek. Egy gyengébb
csapattal játszottunk, viszont azért volt sok botrányos dolgunk a mérkőzésen, amit nekünk még kell javítani, mert ez egy NB1-es csapat ellen nem fog beleférni. Az ilyen egyéni hibákat, amit ki is használt a paksi csapat. Nekik is gratulálok egyébként, ügyesen és fegyelmezetten játszottak. Nyilván a célunk az, hogy ismét döntőt játszunk, azért évek óta már ott vagyunk az élmezőnyben, és szeretnénk végre egyszer el is hozni azt az aranyérmet. Most ugye lesz egy 8. döntő, és utána még egy Final Four lesz. Alapvetően a futsalosok 2-t edzenek kedden és csütörtökön, viszont van több nagypályás játékosunk is, aki még mellette plusz 2-t edz, tehát valaki heti 4-et, én például heti 5-öt kapus edzéssel együtt. Tehát mindenki maximálisan beleteszi azt a munkát, amit bele kell is, hogy tudjunk fejlődni és jó úton haladjunk tovább. Bajnokságban mennyire jól szerepeltek? Tudtunk meglepetést okozni, most például a TF ellen sikerült az első helyzetet megvernünk egy elég szoros és izgalmas mérkőzésen. Alapvetően a célunk az a felsőház, nyilván onnan meg, hogy hogyan tovább, az majd az akkori cél lesz. A Tolnai Lányok sorozatban a harmadik tét meccsüket hozták. Bajnokin Hajdúböszörményt 4-0-ra, a TFS-ét 4-3-ra intézték el. A Magyar Kupában pedig a 8. döntőbe jutottak.